Üdvözlet mindenkinek! 2019. március 26-án ez az élőadás az Infobaba csatornán. Úgy tulajdonképpen az Infobaba 2-es csatorna, ez gondolom feltűnt mindenkinek, aki idáig ellátogatott. Remélem mindenki nagyszerűen van, és ezúttal hát két dolog jutott eszembe, de aztán amellett döntöttem, hogy, hogy haladunk azzal, amit amit előre elterveztem, ugyanis van rengeteg Rengeteg dolog, amit szerettem volna megmutatni, különösen mindenféle újságcikkek, stb. az űrhókszal kapcsolatban, illetve ezen kívül is néhány videó, amit így hát a mai nap vágdostam össze, ami szerintem érdekes lesz mindenkinek a szám, hogy meglátjuk, hogy meddig jutunk el, mint mindig. Megpróbálom úgy csinálni, hogy, hogy szerepeljen benne valamennyi újságcikk, illetve, illetve a videók közül is meg tudjunk nézni, amennyit csak lehet. Tehát pillanatot hagyd kérek, amíg itt át rendezem a dolgokat, de megpróbálom megmutatni majd az internetet is. Mi eddig nagyszerűen ment, most azt akarom nézni, hogy szuper, rendben megvan az internet. Még mielőtt azt megnéznénk, pénteken találkozunk 21 órakor itt, és az, akkor még kitérünk néhány kérdés hozzászólás, stb. Ahogy, ahogy mostanában szoktunk péntekenként, úgyhogy akinek van kérdése, írjon. És ha az olyan, akkor itt kitérünk arra is. Ha nem, akkor, akkor válaszolok írásban. Ha meg egyik se, akkor egyszerűen csak nincs mit mondanom az ügyben. Nincs harag, de van dolgok, amihez nem tudok hozzászólni már manapság, úgyhogy azokra nem válaszolok. Oké, okay, szóval szóhoz sem jutok néha, és akkor így nem válaszol. De nem haragszom én senkire, csak egyszerűen nem tudok mit mondani. Oké, okay, hogy mekkorák voltak az óriások, mennyi időnk van hátra, meg ezek a dolgok, egyszerűen nem. Úgyhogy, van, amire nincs, nincs idő, meg eh, nem tudok kitérni egyszerűen, szóval ez a szituáció. Hát ezt a képet mindenképp meg akartam mutatni, én szerintem ez fantasztikus, és nagyszerűen bemutatja a szituációt, amiben vagyunk. Annyit még hozzátennék, hogy a, arról szerettem volna beszélni, az volt, az a foglalkoztam egész nap, biztos mindenki hallott már a gája elméletről, és mindenki ismeri a ugye ezt, hogy miről is szó, meg hogy gája a földanya, stb. És ezzel akartam foglalkozni, de aztán úgy döntettem, hogy lehet, hogy arra rászárok egy külön videót inkább, mert annyi mindent találtam, és a világ egy nagyon érdekes hely, de tényleg. A világ egy rendkívül érdekes hely, és hogyha valaki felfogja, hogy, hogy a nagy annak, amit ért a, a valóságról az hazugság, akkor, akkor szerintem nagyon is ö, érdekes maga az élet, de az álomvilág az, az, az borzasztó szerintem, szóval, hogyha valaki beleragad abba, akkor az, az ö, katasztrofális, viszont hogyha valaki rájön az igazságra, és elkezdi azt kutatni, és a teremtő segíti, akkor az, 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 az szenzációs, ugyanis olyan dolgok derülnek ki, amiket, amiket mindenki szeretne tudni, de nagyon kevesen értik meg. Úgyhogy hát gája majd a következőben, aztán pedig ahogy ígértem, előbb-utóbb el fogunk jutni a... Megnézzük ezt a... Hogy is a manós mesét, nem is tudom mi annak a címe, de azt is mindenképp meg akartam mutatni, egy külön videóban majd meglátjuk, meg folytatni fogjuk a, a védőoltásos dolgot, mert ott nagyon sok érdekesség van. Oké, okay. Egy pillanat. A, már, a március 29-i live streamnél. Oké, okay. hol van az? A képre rosszul írtam. Na mindjárt megnézzük, várjál -e? hát, Tényleg? <laughs> Oké, okay, 2013, jó, jó, átírom mindenképp Köszi De. 2019-re gondoltam. No probléma, átírom. Oké, okay, köszi. Köszönöm. Uh, jó. Oké. Uh, okay. Robin, neked mindig vannak ilyen kérdéseid. Na mindegy, nézzük, akkor kezdjük el, én azt mondom, a, uh, nem is tudom, hogy melyikkel kezdjük, de legyen villámgyorsan ez. Aztán meglátjuk, hogy le tudom-e játszani az egészet. Elmondom szépen, hogy mi az, amiről szó van. Zoom men on the moon, and I take a close look. I can see all these circular craters, which they say are from impacts. hogy le is, halkítom, mert igazából. all these space rocks are flying in at different angles, egyszerűen csak elmondom, hogy mi az, amiről, mi az, amiről szó van a videóban. Szóval a kérdés az, hogy hogy lehetséges az, hogy, hogy ez a rengeteg kráter látható a hold felszínén, hogyha amennyiben a hold valóban egy gömb, hogy azt nekünk állítják, és ez ott kering az űrben, hogyan is lehetséges az, hogy minden egyes kráter olyan, és úgy néz ki, mint hogyha 90 fokban érkezne a becsapódás, és egyáltalán nincsenek a holdon olyan kráterek, mint például ez a képen, ami azt mutatná, hogy, hogy valamilyen szögben érkezett a, az a akármi, ami becsapódott, és szerintem ez egy teljesen jogos kérdés, úgyhogy ezen érdemes mindenkinek elgondolkoznia, azoknak, akik azt gondolják, hogy a hold egy gömb, illetve hát azt mondják, hogy hogy a hold egy gömb, hogy hogyan lehetséges az, hogy nincsenek rajta oldalirányú kráterek, vagy bármiféle szögű kráterek, és a másik az, hogy az, hogy lehetséges, hogy a holdon annyi van, a földön meg relatíve kevés. Szóval szerintem ez egy teljesen jogos kérdés, ami érdemes mindenkinek elgondolkozni, aki, aki, abban a hitben él, hogy, hogy a hold az egy gömb, meg a föld egy gömb és ezek keringenek a semmiben és ott ilyen óriási ö, akció történik hogy gyakorlatilag állandóan becsapódás van folyamatosan ilyen különböző tárgyak ö, és ö, stb. ilyen dolgok miatt, úgyhogy ez a kérdés hogy hogy hogyan lehetséges ez. valami van nekem azt írja a a streammel, de még egyelőre megy, hogy egyszerűen csak elfogadjuk azt, hogy ez mindig így lesz az Infobubble csatornán, hogy valami probléma van. Szóval ez az első kérdés, ezt mindenképp meg akartam mutatni, és szerintem nagyszerű a felvetés, ez kell se jutott, de aztán így elgondolkodva rajta, való igaz, hogy szinte minden, nem is az, hogy szinte minden, hanem gyakorlatilag minden kráter, amit láthatunk a, a Holdon, az olyan, mintha 90 fokban érkezett volna a becsapódás. érdekes, érdemes mindenkinek elgondolkodni azon, hogy mi is tulajdonképpen a Hold, mi, a valóságban mi lehet. És, és megpróbálni válaszolni ezekre a kérdésekre, anélkül, hogy azt ismételni az ember, amit az iskolában megtanult. Nézzünk egy következőt, hogyha le tudom játszani, akkor Vajon melyik? Hát, igazából nem tudom. annyi van. Na jó, nézzük ezt. Ezúttal meg fogom mutatni a, a hangot is, mert szeretném, hogyha mindenki hallaná, hogy mi is, mi is az, amiről a szó van, és megpróbálom gyorsan lefordítani. Oké, okay, arról beszélnek, hogy ez a karakter, aki itt van, ez 36 évet szolgált a Nemzeti Biztonsági Ügynökségnél, nem tudom mi a National Security Agency, de magyarul ezt jelenti. És ami érdekes, minden, ami a tévében van, az hazugság, vagy pedig propaganda. A tévé azért jött létre, hogy a propagandát, illetve a hazugságot terjessze. Én nem azt mondom, hogy ezek az emberek elmondják nekünk az igazságot, mert ez nem így van. A tévéből nem lehet megtudni az igazságot. A tévének egy funkciója van, az pedig az, hogy egy villanypásztorként működjön. Ezért hívják TV programnak, televíziós programnak. Azért, mert programozza az embereket a, a képi hatások, illetve a hanghatások segítségével. Szóval nem azt mondom, hogy ezek velünk vannak, akik itt szerepelnek ezek a két karakter. Én csak azt mondom, hogy érdekes az, amit hallani fogunk. Szóval ő kifejlesztett egy adat figyelő programot, és azután ugye átát -át a mi oldalunkra, és felhívta a figyelmünket, illetve próbálja felhívni a figyelmünket arra, hogy milyen veszélyeket rejt magában ez a program. Ez kapcsolódni fog egyébként majd a lapos földhöz, szóval mindenki próbálja meg azon a szemüvegen keresztül nézni ezt az egészet. Sőt, hogyha valaki esetleg még nem osztotta volna meg a linkét ennek a live streamnek, az nagyszerűen, ha most meg tudná tenni. Még annyit a 36-ról, hogy 36, amikor összeadjuk a számokat, 1-től 36-ig az 666, és én szerintem ez az egyik dolog, amiért használják ezt a számot, plusz ugye egyetemű az is, hogy 6 x 6 az 36. And the uses of that program, and we're going to talk to him today. Bill, great to have you on the program. That's good to be with you. What's your response to what Michael Hayden just said on our network? Well, I mean, he should know that the Stellar Wind program, which was the domestic collection program, has been ongoing since uh, since October 2001. 2001 2011. októberre óta megy ez az adatgyűjtő program, aminek Stellar Wind a neve, a Stellar az ugye a napra vonatkozik, vagy pedig a magfúzióra, Wind pedig szél. Egyébként Bill Bini, a Bini az 33 a itt akkor lesz numerológiában, ha jól gondolom, vagy a, vagy a Kádosban nem tudom, de az biztos, a BB pedig, mivel a második betű az abc az 22, azt is ismeri mindenki, nem is menjek bele tovább, de a, na mindegy, jó. A 2B úgy néz ki, mint két nyolcas hogyha utána néz valaki, a 8-asnak a 8-as reprezentálja az idő körforgását, sőt a 8 számú tarókártya, az erőkártya két, 8-as pedig reprezentálja ezáltal ugye az erőt, ami meg kétszerezve van. A Bill egyébként akaratot jelent, úgyhogy ha mindezt az ember egy, egybe rakja, akkor ez egy beszédes név a Bini. Bin egyébként kuka, szóval még ezt is hozzátenném, a Bini pedig annak a becézése. Ez az egész egy színjáték, és programozzák az embereket gyakorlatilag a számok, a színek, a nevek, a szavak, segítségével. Azért hívják broadcastnak, angolul, mert cast az azt jelenti, hogy vetni valamit, eldobni, de egyébként, hogyha varázsigét mond valaki, akkor a spell casting, a spell a varázsige, a broadcast pedig így széles körben elterjesztik ezeket a hazugságokat úgy, mint ahogy egy mágiát, szóval programozzák az embereket. Jobb, ha mindenki elhiszi azt, hogy a televízió az egyáltalán nem ártalmatlan szórakozás. Mindaz, amit az ember a tévében lát, hatással van az elmére, és azok, akik ezt a világot irányítják és uralják, pontosan tudják ezt, hiszen így fejlesztették ki, hogy nincsen ártalmatlan szórakozás. Minden azt a célt szolgálja, hogy az ügyet előre vigye and that includes uh, uh, several sub programs that are uh, fiber optic taps in uh, with the assistance of the uh, telecommunications companies Ugye arról beszél, hogy ez az adatgyűjtés elsősorban a hát ez a sáloptikára vonatkozik, ez a kábelekre utal az adott kábelekre, amik továbbítják az adatot about 100 of them across the united states and... 100 különböző telekommunikációs cég vesz részt ebben the objective there is to collect all the data on domestic communications that minden adatot ami belföldi kommunikáció száz különböző telekommunikációs cég az összes adatot a szálloptika segítségével illetve a kábelek segítségével összegyűjt emails phone calls everything and E-maileket, telefonbeszélgetéseket, minden. that's why they have to keep building larger and larger storage facilities az, ugye ez, ennek a következménye az, hogy egyre nagyobb és nagyobb raktár épületeket, illetve létesítményeket kell építeniük annak érdekében, hogy tárolni tudják az adatot. Mellesleg ez az, ahogyan az a mesterséges intelligencia megtanulta, illetve hát az információt begyűjti az on. Ugye a kérdés az, hogy mennyi adat is az, amit összegyűjtenek. Legalábbis ezt a kérdést tette fel a videó készítője. A másik megjegyzése pedig az, hogy hogy létezik az, hogyha az amerikaiak túlnyomó többsége vezeték nélküli okostelefonokkal kommunikál, és nem fizikális kapcsolattal úgy, mint kábel, amiről itt beszélnek, mert ugye ők arról beszéltek, hogy kábel optika, illetve ez az, amire csatlakoznak rá, akkor akkor a, kérdés, ami, ami egyébként szerintem megint csak teljesen jogos, és érdemes ezen elgondolkozni, hogyha az NSA, vagy a CIA, vagy az FBI, és a különböző cégek, akik az adatokat gyűjtik, azok még mindig a kábelekre csatlakoznak, és ezeken keresztül gyűjtik azt, akkor hol vannak mindazok a műholdak, amikről állandóan hallunk? So is it your assertion that every American citizen continues to be spied on by the NSA. Ugye a kérdés az, hogy, hogy ő azt állítja -e, hogy minden amerikai folyamatosan 2001. októberre óta gyakorlatilag le van hallgatva, és minden adatot összegyűjtenek róla. Most azt hozzá tenném még ez az én megjegyzésem, hogy szerintem ez mindig is így volt, amióta lehetséges a technológia lehetővé tette számukra, ez nem 2001 óta, de hogyha valaki felfigyelt 2001 október, az, az a 2001. szeptember 11-i hoax után gyakorlatilag a következő hónap, volt, amit ugye Amerikában Patriot Act-nek hívnak, ami hazafias törvény, de egyébként Patriot Act, és azt teszi lehetővé a kormánynak, hogy legálisan kém tevékenységet hajtson végre az amerikai állampolgárokon. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy minden-minden el összefüggés, és hogyha valaki képes a sorok közt olvasni, ezért fektetek akkora hangsúlyt arra, hogy bemutassam a bizonyítékokat, hogy megértse mindenki, hogy nincsen. Nincsenek véletlenek. Az, ami történik a világban, az egy koreografált hadművelet gyakorlatilag, és hogyha ezt valaki megérti, akkor, akkor látni fogja azt, hogy hogy az, amit mondok, az egyáltalán nem áll olyan távol a valóságtól, mint ahogy azt elsőre gondolta volna. Absolutely, yeah. Tehát nem, nincs szükség kongresszus jóváhagyására, vagy bírósági jóváhagyása, úgy, hogy minden amerikai állampolgár minden kommunikációs adatát összegyűjtik, és mindezt a kábelrendszer segítségével. Sőt, tehát 1, 2, 3 3 3. Uh, Sőt, hát 1, 2 3, 3, 3, 3 a rendelkezésnek a szám, amiről szó van ugye az 1, 2, az 3, aztán még megint a 3-asok, plusz ő 36 éve veterán, illetve 15 éve megy a program, ami szintén 6, ami 3 Most ez csak a számokról, sőt Fox az 666, ugyanis a Pitagoraszi numerológiában mind az F, mind az O, mind az X a 6-os, tehát ez 666 híreg ez lehet, hogy túl sok véletlen, főleg úgy, hogy a Bini is 33 numerológiában, ami szintén hat, de mindenkinek ez, ez a saját ügye, hogy ezt észreveszi, meg elhiszi, meg megérti, hogy, hogy ezek az emberek nem bíznak semmit sem a véletlenül, és mindennek megvan a jelentősége. És ugye azt ismételtem meg, hogy mindenki megértse azt, hogy a telekommunikációs cégek közreműködésével lehetséges ez a kémkedés, ami több mint száz céget foglal magába, ahol mindenkinek minden adatát a kábelrendszer segítségével gyűjtik össze. Pontosan ez. If the FBI needed a FISA warrant, how could the NSA do a dive into my data right now? Ugye a kérdés az, hogy hogyan lehetséges az, hogy az NSA, ami most sajnos elfelejtettem, hogy minek a rövidítése, de National Security Agency, vagy valami ilyesmi lehet. És Ugye, hogy lehetséges az, hogyha az FBI nyomoz, akkor az NSC azonnal meg tudja szerezni az ő adatát? Ez volt a kérdés. Azt mondja, hogy nagyon egyszerűen azért, mert az összes adatot, ami ezen a szá-optikai kábel rendszeren halad az Amerikai Egyesült Államokban, ők összegyűjtik mindenkinek minden adatát ezen a rendszeren ők összegyűjtik. És ugye a, a helyzet az, hogy amire felhívja a figyelmet a videó készítő, aki egyébként Mr. Thrive and Survive, akit érdekel, vannak érdekes videói a Youtube-on, én azt javaslom, aki beszél angolul, érdekes dolgokat beszél, de alapvetően ö, ugyanaz a téves ö, keresztény vonulat, vagy inkább már lehet, hogy ez ilyen gnosztikus, de, de az információ, a gyakorlati információ az, az szerintem nagyon hasznos. Úgyhogy a kérdés, ami mindenkiben fel kell, hogy merüljön, hogy hogy lehetséges az, hogy az összes adata, valaki, az összes adata az Amerikai Egyesült Államok lakosságának, az a kábel optika rendszeren halad keresztül. bocsánat, a száloptika ezen a kábel rendszeren halad keresztül, hogyha annyi műhold van they Tehát minden adat áthalad ezen a kábel rendszeren. Akkor az azt jelenteni, hogy persze természetesen ugye amit itt megjegyez az az, hogy az lehetetlen, hogy a, hogy, hogy a vonalas telefonokról beszél, hiszen gyakorlatilag senki nem használ már vonalas telefon. So if someone wanted to do a deep dive into the data that Ugye a kérdés az, hogyha valakit érdekelni az ő adata, ugye a hölgy azt mondja, az ő adata valakit érdekel, akkor egyszerűen csak lehívja azt a telefonszám segítségével erről az adatbázisról, és a válasz az, hogy igen. Most ez több szálon kapcsolódik a mi ügyünkhöz. Az egyik az egyrészt, hogy szerintem Érdekes kell, hogy legyen mindenkinek, hogy hogyan lehetséges az, hogy ha annyi műhold van, amely, amennyit nekünk mondanak, ez a 17 ezer, vagy mit tudom én mennyi, akkor, akkor minek egyáltalán nekünk ez a kábelrendszer, és hogy lehetséges az, hogy az NSA, az FBI, a CIA még mindig ezt a kábelrendszert használja arra fel arra, hogy kémkedjen az emberekkel. Okay, and that that yeah. would, that would apply to me, John Scott, Vito, our camera guy and camera one, and the president elected the United States of America. És ugye elmondja a hölgy, hogy ez akkor mindenkire érvényes. Ez nem csak rá, hanem az összes ember mindenkire, és aztán ugye Bill, Bini pedig, pedig alátámasztja, hogy ez így van. That's correct. Tehát a szituáció az, hogy azért mutattam meg ezt a videót, mert azt szerettem volna ezzel bemutatni, illetve alátámasztani, hogy az, hogy, hogy műholdakon megy a műsor, az, az, az nem úgy működik, ahogyan a legtöbb ember azt gondolja. A műholdak azok gyakorlatilag légöm formájában helyezkednek el különböző pontjain a világnak, meteorológiai légömnek hívják, és ezek azok, amik közvetítik azt a minimális adatforgalmat, amikhez szükség van erre. De az adatforgalomnak a nagy része az a kábelrendszeren keresztül működik. Én azt javaslom, hogy mindenki találja meg azt a videót, vagy azokat a videókat, amit ezzel kapcsolatban készítettem, ahol egyértelműen bemutattam, hogy az adatforgalom mind a mai napig kábelrendszeren folyik. Nem csak az amerikai, belföldi, hanem világszerte mindenhol. A transatlanti forgalom szintén így működik. Az internet, a telekommunikáció, kábelrendszeren. Én, én értem az, hogy, hogy egyrészt ezt nehéz elhinni, másrészt az ember nem akarja elhinni, de nézen utána mindenki. Kezdheti azokkal a videókkal, amiket én készítettem. Azt hiszem a, a Google Ballon, projektje volt az egyik, meg, meg műholdak nem léteznek, talán ez a másik. Úgyhogy az, amit mi műholdnak hívunk, illetve ők az, annak hívják, az olyan formában nem létezik, hiszen nem létezhet, mivel nem tudnak eljutni abba, amit ők úgy hívnak, hogy deep space, vagy, vagy távoli űr, vagy mély űr, vagy, vagy világűr, vagy végtelen űr. Van egy határ, ameddig el tudnak jutni, de oda nem tudnak fellőni egy műholdat, mert az nem fog fennmaradni, ezért meteorológiai léggömböket használnak. A Google ezt egyébként nem is titkolja. Ugyanúgy, ahogy net felvitték azzal a valamivel. Pontosan így működik egy, egy, egy műhold, és egyébként erre is lesz egy példa. És közben természetesen ez ugye 2018 10, -10. Nők, akik nem féltek meghódítani a világűrt, ez egyébként hú, ami ugye őre vonatkozik, és uh, most az, hogy, hogy nehéz ezt az egészet, uh, mit tudom hogy hazudni, vagy hogy, 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 lehet, hogy mindenki hazudik, nem kell mindenkinek hazudni. Arról beszél, hogy a világon nagyon kevés embernek adott meg a feledhetetlen élmény, hogy saját szemével megcsodálhassa a földünket a világűrből. Ez nem csak az, hogy feledhetetlen, hanem ilyen nem létezik nem lehet megnézni a világűrből, mert nem létezik a világűr olyan formában, ahogy ők azt előadják nekünk. Ugye ezeknek 10%-a nő volt. Természetes az, hogy... Ugye arról van szó, hogy a adatai alapján a legtöbb nőt, számszínűleg 60 az USA, a Szovjetunió Oroszország, Kína küldte az űrbe. Szóval 60-a 10%-a, néhány száz ember volt az, aki az úgynevezett űrbe eljutott. Úgyhogy nem kell több millió embert megvásárolni ahhoz, hogy hogy ezt el tudják hitetni az emberekkel. Mindenkinek megvan az ára, és ezt szerintem nem lehet olyan, olyan nehéz elképzelni, hogy, hogy. Sőt, hát ha belegondolok abba, hogy Sally Ride, a neve ennek a hölgynek, Ride az úgy, mint mondjuk valamilyen közökedési eszközt használni, vagy lovagolni, vagy motorbiciklizni, Sally Ride, ugye ez a neve, és ráadásul az ő nevét viseli egy kráter a holdon, ahol a Grail űrszonda becsapódott. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy az emberekkel elhitessék, hogy ez létezik. Ezért van orosz, ezért van francia, Őrhajós, és ezért volt magyar? Pontosan azért, hogy elhitessék az emberekkel, hogy ez a valóság. Persze miféle bizonyítékom lehet azon kívül, hogy a, hogy a szimbolika és ezek a szimbolumok, amik itt láthatók, minden arra utal, hogy ez nem más, mint egy okult ceremónia. De ehhez, ehhez az embereknek, vagy mindenkinek utána kellene nézni ennek, és, és akkor megérteni, hogy hogyan is működik a világ valójában. De ezt nem lehet megérteni két perc alatt, vagy én nem is várom el senkitől, hogy, hogy ezt elhiggye nekem, amit mondok. Én csak azt szeretném, hogyha venni a fáradtságot mindenki, és elkezdene kutatni, aztán rájön arra, hogy, hogy a világ az, az egy érdekes hely, és annál sokkal összetettebb, mint ahogy azt a legtöbben gondolják. Ez a következő, ez, ez viszont egy viccesebb dolog, már ez 24.hu az űrben nyomtatott szervekkel mentetnek életet. Arról van szó, hogy donorhiány egyre nagyobb problémát jelent az orvostudomány számára. Persze, mert egyre több kanibál van, úgyhogy ez elfogy. A Földön pedig nagyon nehézkes háromdimenziós nyomtatása új szerveket készíteni, innen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha a nemzetközi űrállomáson, zero gravitációs környezetben próbálkoznának hasonlóval. Ez ez pontosan az, amiről beszéltem a tévével kapcsolatban, a propagandával, a propagandát, mikor, mikor érintettük. Ezek a dolgok gyakorlatilag a science fiction, vagy tudományos, fantasztikus kategóriába tartoznak, ezért is lett ennek az a címe, hogy a gömb a tudományos fantasztikum. Az embereknek fogalma sincs róla, hogy miért jobb az űrben szerveket nyomtatni. Én biztos vagyok benne, hogy megvan a magyarázat mindenre, de az egész olyan ostobán hangzik, akár tetszik, akár nem. A földi gravitációs környezetben azért van nehéz dolgok a szervnyomtatóknak, mert olyan komplex szerveket, mint például a szív, masszív, miniatűr állványzat nélkül összeomolnak a saját súlyuk alatt nyomtatás közben. És ugye ezért szeretnék, hogyha elvinnék a nemzetközi űrállomásra, és ott próbálnának szerveket nyomtatni hogy is lehet ezt komolyan menni, hogyha látott valaki már a úgynevezett űrállomásról videót, akkor el tudja képzelni valaki, hogy ott még háromdimenzióban szerveket kezdjenek el nyomtatni, hogy pont az lenne a legfontosabb dolga, vagy, vagy az lenne, a, hogy ott még ha állítólag az egy olyan környezet, ahol ahol a legkisebb rés az egészet ugye szét kellene, hogy szakítsa, annak ellenére, hogy ilyen nem történik soha, de és meg ott, ott mostnak hajat, a víz, a repül össze-vissza, kábelek lógnak mindenhol, meg még ott pluszba ők elkezdenek majd szerveket nyomtatni. Ez volt a legjobb ötletük. Ez mind azt a célt szolgálja, hogy folyamatosan az embereknek a, az előtérbe kerüljön az, hogy, hogy ez létezik, ez, ez a dolog úgy, mint hogy az űr, és, és igenis az embereknek nem menjen ki a fejébe folyamatosan, állandóan halljanak erről, hogy, hogy az űrben ez, az űrben az, és így teljesen természetesé válik mindenki számára, hogy ez a dolog létezik, annak ellenére, hogy nem. De egyszer, csak túl sok lesz az információ ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy á, de hát ez nem is létezik. Nem mondhatja azt, mert látod, hogy ez is ír arról, az is ír arról, meg amaz is ír arról. És közben az origóban azt olvashatjuk, hogy, hogy, föld körüli világrekord sugárhajtású repülővel. Ez 2005-ös ez a cikk, de szuperkönnyű sugárhajtású repülőgépen három nap alatt egyedül leszállás üzemanyag felvétel nélkül repülte körül a Földet Steve Fossett, amerikai milliárdos. Hmm. Ugye rengetegszer felmerül az a, azt mondja, hogy a ráktérítő mentén repülte körbe a Földet ez az ember. Megmutatom ezt még egyszer, bár erről már volt szó, de. De megmutatom még egyszer azért. Ugye rengetegen azt mondják, hogy. hogy nem lehetséges. É, így van. Szóval így lehet körbe repülni, vagy körbe hajózni a lapos földet. Erről már volt szó korábban, de ha az a kérdés felmerül valakiben, hogy jaj, hogy a gömböt lehet csak, meg egy kör, hogy a lapos földet hogy lehet, így lehet. Ugyanaz a szituáció ezzel kapcsolatban, mint ami a, mint ami a helyzet, a gömbbel kapcsolatban. Ha valaki azt mondja, hogy, hogy, ezt nem lehet, mert akkor mindig jobbra vagy balra kell kormányozni, ha a gömböt repülöm körbe, akkor meg mindig lefele kell kormányozni. Persze értem, hogy a varázserő az, az oda húzza a repülőgépet, de attól függetlenül az még, az még ostobán hangzik. van én tudom, hogy létezik egy varázserő a gömbföldön, amit gravitációnak hívnak, de hogyha ha valaki azt akarja mondani nekem, hogy ezen a lapos dolgon arra felek kormányozni mindig a hajónak, akkor én azt mondom, hogy a gömföldön mindig lefele. Ez miért olyan! Miért olyan furcsa, ezt ezt nem értem. Úgyhogy erről csak ezt akartam megmutatni villám gyorsan, hogy. Hogy ez, ez folyamatosan megy ez a, az a program. És lehet, hogy megmutatok még egy videót, akkor ha már itt tartunk. Pillanat azt akarom megnézni, hogy mégis melyik eh, lenne az. Hát érdemes, érdekes ez is, de na jó, nézzük ezt elő. S Rendben. Ez, ez, pontosan az, amit eh, mondtam korábban a műholdakkal kapcsolatban, úgyhogy egy pillanat csak hagyj halkítson már le magam. 17,000 satellites. Since the rocket was invented, 1950-es évek közepe, ugye, amikor a rakétát állítólag feltalálták, azóta 17 ezer műholdat lőttek fel. Over two a day. Do you... Ami azt jelenti, hogy több mint két kilövés naponta. Több mint két kilövés naponta. Believe it. How many... És uh, ugye arról, arról beszél, hogy Cape Canaveral állomásról, nagyjából 3-4 havonta lőnek föl egyet. Tehát, hogy ahhoz, hogy 17 ezeret elérjünk, ahhoz napi kettőt kellene. Persze van több kilövő állomás, az tiszta sor, de azért napi kettő az elég, elég sok. Launches today at Cape Canaveral about one every three or four months. It's a joke, people. Now listen to this. 42 years ago was the last time that we had a full sunlit picture of the Earth. Amiről beszél ez a karakter az az, hogy 42 évvel ezelőtt volt egy utolsó teljes Napsütötte felvétel a földről. 42 évvel ezelőtt, hogy mikor készült ez a felvétel, az pontosan nem tudom, de nem lehet olyan régi. Úgyhogy a helyzet az, hogy 42 évvel ezelőtt készült az utolsó. Az egész földet magába foglaló napsütötte felvétel. Az egész földet úgy értem, még mielőtt valaki még mielőtt valaki ebbe belekölt. Egy pillanat, csak nekem az van, hogy nem megy, aha. Ja de oké, okay. akkor nem szakadt meg, mert nekem azt hittem, hogy megszakadt valami akkor nem fogva, de aztán néztem a képet, de nem, szóval a teljesen azt értem, úgy értem, hogy te teljes napsütötte, hogy nyilván az, a, a, a képzeletbeli gömbnek az a fele, ami a nap felé fordul, így értem a teljes, nyilván a gömböt még a, még a, a mesevilágban sem lehet eh, teljes mértékben be, belevinni egy képbe, úgyhogy ezt én is értem. years ago, Az Apollo 17 a holdról fényképezte ezt úgyhogy mindenki visszakeresheti hogy mikor volt az Apollo 17 és akkor onnan ezt ezt megtudja hogy mikor is van ez a, ez a beszélgetés de lehet hogy, hogy meg fogom keresni én amilyen gyorsan csak tudom Apollo 17 az 1972 december 7-én volt 72, és ő ugye azt mondta, hogy 42 év, vagy 2014-es az, ami, amikor beszél ez a figura. A lényeg a lényeg, hogy 42 évet kellett várni, annak ellenére, hogy ilyen űrteleszkópok, meg, meg 17 ezer műhold, meg mit tudom én mi van, meg a, meg a, az, a nemzetközi űrállomás, amit el tud képzelni az ember, minden ott kering, és ennek ellenére elmondja mindjárt, hogy ez 2014-es ez a videó, azt tarts részben mindenki. azt mondja, hogy ez volt az utolsó alkalom 1972, amikor az egész földről képesek voltak készíteni egy egy felvételt úgy, hogy a holdról, hátulról a nap világít, és az egész látszik, ami látható abban a pillanatban. Az annyit segítsen már valaki, hogy működik a, a, stream, vagy pedig nem. Hogyha esetleg ide be tudnátok írni, hogy, hogy mennének nekem azt írja, hogy valamit, valami probléma van vele, de nem, tudom, nem látszik semmi, mert a, a streamelő programom minden rendben van, viszont a YouTube az folyamatosan azt írja, hogy nem jó valami. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a probléma, de az a lényeg, hogy esetleg ide azt be tudjátok írni, hogy működik-e vagy sem, akkor azt megköszönném, és akkor azt még megvárom, ha nem akarok fölöslegesen, akkor minden oké, okay. akad néha. E, oké, okay, értem. Nem tudom miért, nekem, nekem ír, ír össze vissza minden. De akkor ezek szerint jó. Szóval a, ez a helyzet. Nézzük tovább! Ez volt az utolsó élő valódi kép, 42 éve 2014-ben. Azt mondja, ez mellett, hogy nekünk van rengeteg más felvételünk vagy képünk, van ezen kívül rengeteg más képünk. Azok azonban úgy állnak össze, hogy egy rész itt, egy adag onnan, és az egész össze van vágva, össze van szerkesztve. Even though they're taken at different times, különböző időpontban vannak a képek felvéve és azután egy kompozit, egy összeállított kép készül ezekből, hogy hogyan nézne ki a kép egy szimulált valóságban, a Föld egy szimulált valóságban. És ugye amiről beszél most, hogy majd ez a műhold, amit ő, ha jól, jól gondolom, akkor Discovernek vagy discovery mond, ez majd viszont vissza tud nézni a földre, és akkor lesz újra élő képünk. Ez egyébként most nézem, de megmutatom mindenkinek, aki esetleg érdekel, ez a Discovery műhold, idézőjelbe, ez a... Jaj, nem, ez, ez, a, ez a űrhajó Discovery. Jaj, nem, Discovery, bocsánat, itt van. Akkor ezt megmutatom. Ez a Discovery... Így van. Van egy ilyen. Uh -huh, ez az. Discover Epic, így van. Ezen van egy kamera, és ez nézi a, a Földet. Itt van a felvétel a a Földről, ugye ez a képzeletbeli gömb, amin élünk, és ez állítólag 879.500 mérföldről készült, illetve hát ott van, onnan készült a felvétel. Szóval, jó, legyen 800, legyen 900 ezer mérföld. 900 ezer mérföldről készítette ez a valami a képet. Hogyan gondolhatja komolyan valaki, hogy mi, nekünk rendelkezésre áll az, a, az a technológia, ami 900 ezer mérföldről képes ilyen képet csinálni? Ez, ez, ez ilyen nem, lé, nem létezik. Úgy értem, hogy magyarázhatja nekem akárki, amit csak akar, hogy én nem értek ehhez, meg akármi. 900 ezer mérföldről valami képes képet csinálni. Az, az, ez egy mesevilág, amiben az emberek élnek. Ez ilyen nem létezik, amiről, amiről, ezek beszélnek itt a NASA oldalon. Úgyhogy ez a Discover műhold, ami készítette ezt a képet a földről. Ez az, amiről beszél ez az ember. Hogy vártunk erre 42 évet, hogy ez ez megjelenjen. Úgy, hogy állítólag már annyiszor voltunk a Holdon, hogy nem akarunk visszafele menni, mert már meguntuk, meg nincs ott mit, mit csinálni. Ezt nem értem, hogy ez, ez hogy lehet. De nem is, nem is akarok belemenni. Nézzük tovább inkább ezt a videót. photographs in a 24 hour period. Tizenhárom fényképet fog készíteni Discover egy nap alatt. Since the satellite is between Earth and Sun, looking back with the telephoto lens. És ugye a nap és a föld között van ebben a képzeletbeli álomvilágban, úgyhogy a nap mögötte van. It will always see the sunlit side of the whole side of the Earth. Ezért mindig látni fogja a Föld napos oldalát, ami ugye a nap felé néz, és erről fog eh, készíteni képeket. <laughs> Ahogyan forog a tengelye körül. Every 24 hours. Minden 24 órában. <laughs> Oké, okay. csak azért nevetek, mert... Ezek, ezek az emberek szándékosan manipulálják a tömegeket, oké? Okay? Ők tisztában vannak vele, legalábbis a nagyja, aki a, tele, a televízióban nem jut el valaki, ha az igazságot mondja, oké? Okay? Ez remélem világos mindenkinek. Az, aki a tévében van, azért van ott, mert a propagandát segíti elő, illetve félrevezeti a, a tömegeket. Ez ennyi. Az, aki a tévébe eljut, nem jut el olyan, aki az igazságot mondja. Úgyhogy ez az ember is ugyanúgy megtéveszti a tömegeket, mint ahogy ezeknek a figuráknak a nagy része. Hogy ő maga megvan tévesztve, és csak azt hiszi, hogy ő egy gönben, én azt nem tudom, de így egy idő, ahogy múlik az idő, egyre viccesebb számomra a maga ez, a, ez az álomvilág, amit generáltak. Úgyhogy elnézést ezzel. En ez. Jaj, arról nem beszélve, hogyha valaki érti a szimbolikát, akkor, akkor, ennek a képnek, amit itt mutatnak az animációnak, ennek rengeteg jelentése van. A, ugye az, ahogyan fent, úgy lent a maga az ellentétek, a fent-lent ellentéte, a két kereszt, a kereszt egyébként, hogy, és ez nagyszerűen látszik itt is, hogyha valaki összehajtogatja ezt a keresztet, akkor kap két kockát, úgyhogy van egy, egy harmadik kocka középen, ami a centrifuga, ami állítólag ez a, ez a műhold, és így ez három kocka, a kocka reprezentálja, ugye a hatos reprezentál kocka, hiszen hat oldala van, ezért ez 666, hat, hat, hat. de ha megnézzük azt a kis pajzsot, vagy nem tudom, mikiegérfület, ami ott van rajta, azon is ugyanez a karakter szerepel, a fent-lent ellentét, csak ott két A betű van egymásba fordítva, és az adja ki azt a hatágú csillagot, ami, ami ugye a hexagram, ami szintén egy nagyon fontos jel, sőt a, a, a két háromszög szintén az abetűnek ugye a háromszög alakja ott van, az is egy ilyen fentlent ellentétben van. De, de ezt csak azért mondom, hogy ha valakinek van szeme ehhez, vagy foglalkozik ezzel, akkor ezt mindenhol észre fogja venni, és és, és látni fogja, és aztán a világ megváltozik. It rotates about the sun every 365 days. És utána ugye mondja azt is, hogy minden 365 napban körül keringi a napot. That will give us a new perspective of the overview effect of what this home is that we call planet Earth. És ugye az majd be fogja mutatni nekünk egy új oldalát ennek a csodálatos bolygónak, amit mi otthonunknak hívunk a Földnek. Úgyhogy az egész programot hallhatta mindenki úgy, hogy ráadásul elmondták azt, hogy mindezek a képek, amik eddig készültek, azok kompozit, összeállított, összevágott képek voltak, és a szituáció az, hogy akármennyiszer mondom el ezt, az emberek így se úgyse fogják megérteni, mert nem akarják megérteni legalábbis a legtöbben, elmagyarázta világosan, hogy kis részekből, itt egy kép, onnan egy kép össze van vágdosva, és az össze van állítva, és amit látunk, képeket úgy, mint hogy ez a, ez a föld, azok mind gyakorlatilag egy idézőjövetett szimulált valóság. Hogy hogyan kellene, hogy kinézzen a föld az ő elképzelésük alapján. Azért, mert ez tudományos fantasztikum. A földgömb az egy tudományos fantasztikum, ami Intelligens, de ugyanakkor pszichopata emberek elméjének a szüleménye. És ezért mosolyog, pontosan ezért, mert ő tudja, hogy ez egy hazugság, és megtéveztük az embereket. Nézzük meg ezt a rövid filmet, aztán elmagyarázom, hogy mi is az, amiről Amiről szó van. Előtte lehet, hogy megmutatok néhány cikket, egy pillanatot hagyd kérjek. Így van. Nézzük meg ezt. Nem Evilági, ez új világtudat. A Krímben már várja vendégeit az első kozmikus űrhajó szálloda. Oké, okay. Figyeljen oda mindenki, hogy mi az, amiről Amiről beszélnek. Egy igazán rendkívüli szálloda nyitotta meg kapuit a turisták számára a Krímfélszigeten található Alusta városában, az új űrhajó témájú komplexum Múzeum és Szórakoztató Központ egyben. Múzeum és Szórakoztató Központ egyben. A szituáció az, hogy az emberek mivel egy álomvilágban élnek, ezért ha létrehozzunk egy ilyen szállodát, ami úgy néz ki, mint ez az álomvilág, ők nem fogják tudni megkülönböztetni őt a valóságtól, azt a valóságtól, és el fogják hinni, hogy az olyan, mint az űr. Hiszen amit az űrből látunk, az ugyanaz a fantázia, amit itt a Földön megvalósítanak. Azért, mert nem létezik, ezért megcsinálhatják pontosan ugyanolyanra, és így mi elhisszük majd, hogy ilyen az űr, meg hogy mi az űrben vagyunk, mert ugyanazt a, a fantáziát és ugyanazt a, a hazugságot kapjuk, mint ami, amit megszoktunk már a, a videókból, amikről, amikről azt mondják, hogy az az űrben készült. Az új szálloda a Birodalom űre nevet kapta. Egyedülálló lehetőséget kínál a vendégek számára, hogy különleges űrfülkékben pihenjenek, melyek minibárral és tévével vannak felszerelve. A valódi Science Fiction rajongók élvezhetik a fehérje tablettákat, felpróbálhatják a sisakokat is. Világos, amiről szó van? Science Fiction vagy Skifi rajongóknak való. Azért, mert ez az egész... Nem más, mint science fiction, tudományos, fantasztikum. Ez nem létezik csak az emberek elméjében, ezért megvalósítják itt a Földön, hogy tovább programozzák az embereket. Így azok, sőt, az elmondják. Ez egy csodálatos hely. Egy teljesen hihetetlen atmoszférába merülhet el az ember, elfelejteti a napi problémákat, sok szép pozitív érzelmet élhet át. Persze, mert ez egy mesevilág ez tudományos, fantasztikum, és ezt létrehozzák itt a Földön, és így tovább terjeszthetik ezt a hazugságot, amit mi világűrnek ismertünk meg. A vendégek megtapasztalhatják az intergalaktikus világot azért, mert megvalósítható itt a Földön, hiszen ugyanazt a videókat, meg ugyanazokat az animációkat, meg kompozit képeket kell bemutatni, amiket már amúgy is ismerünk, sőt, amelyet a Star Wars és a Star Trek sorozatok ihlettek. 3D-s űrrepülő szimulátorokat próbálhatnak ki, játszhatnak lézerágyukkal, robbanthatnak, akár igazi űr ételeket is fogyaszthatnak. A komplexum virtuális valóságos küldetést, húsevű növényeket tartalmazó űrkertet is kínál. Oké, okay, egy játszó, felnőtteknek. A szálloda múzeuma az űrkutatás történetét mutatja be, ezért mondta azt William Shatner, abban a híres videóban, amit bemutattam, hogy mikor megkérdeztük tőle, hogy mi a különbség a, a science fiction és. a Science között, vagy a tudományos fantasztikum és a tudomány között, azt mondta, hogy semmi, a kettő lényegében egy és ugyanaz. Mert az űrkutatás nem létezik, amit mi tudománynak hívunk, az pedig néhány száz évvel ezelőtt alkimia volt, és mágia, de ezt egyébként be fogom mutatni mindenkinek, hogy ez a gyakorlatban így volt. Oké, okay? ezt nem én találtam ki, ez nem az én összeesküvés elméletem, ez egy tény, ez egy úgynevezett történelmi tény, hogy az, amit mi alkímiának ismertünk néhány száz évvel ezelőtt, az ma tudomány. A tudomány az alkímiából fejlődött ki, különösen a, a, a úgynevezett kémia, meg fizika, meg ezek a dolgok. De alapvetően, amit mágiának hívtak régen, azt mi most az iskolában tanuljuk. A különböző hazugságokról, mint az irodalom, a történelem, arról nem is beszélve, vagy a biológia, de, vagy a földrajz, azonban az úgymond tárgyak mindenképpen, matematika, fizika, kémia. Így keveredik a valóság és a tudományos fantasztikum ami egy és ugyanaz. Ugyanis mi egy álomvilágban élünk, egy, egy ö, olyan világban, ami nem létezik a valóságban. Ez csak egyszerűen fel van építve számunkra, hogy ebben az örök áldott tudatlanságban élje le az életét a legtöbb ember. A Szálloda Múzeum az űrkutatás történetét mutatja be különböző tárgyak segítségével, melyek valódi emberekhez és kitalált karakterekhez kapcsolódnak, mint például Yuri Gagarin. Azért, mert Yuri Gagarin egy kitalált karakter. És Darth Vader. Ugyanúgy, ahogy Darth Vader. Találhatók itt meteorok, a meteorok nem léteznek, különböző bolygók talajmintái, bolygók nem léteznek, és űrruhák is, és az űr sem létezik. Ezért mondja, hogy kitalált karakterekhez kapcsolódnak. Mert ezek a dolgok nem léteznek. Yuri Gagarin, Darth Vader, meteorok, bolygók, őruhák. Oké, okay. ezek ezek a, a tudományos fantasztikumnak a része. Annak az álomvilágban, ami, 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 amiben a legtöbben éltük az életünket, és a legtöbben tovább élik. Ennek a kozmikus szállodának nincs párja, krími üdülő turisztikai minisztérium szerint, nem tudom, hogy ezt le tudom játszani, egy pillanatot hagyd kérjek. meg akarom nézni, hogy hát na jó, megpróbálom általában ezeket nem szokta szeretni, de hát nézzük hát ha összejön, aztán majd maximum megállítom igazából nem akarom hallgatni, hogy miről van szó, csak néhány képet akarok megnézni, hát ha gyakorlatilag egy játszótér felnőtteknek és az, az az érdekes az egészben, hogy hogy én nem értem, hogy hogy nem lehet látni azt, amiről beszélek. Hogy ez egy program az egész. Gyakorlatilag programozzák az embereket a jövőre. Mindig is ez volt a feladata a tudományos fantasztikumnak, a tudománynak és a szórakoztatóiparnak, hogy be betekintést nyújtson számunkra a jövőbe. Felkészítsen minket rá. Ezért beszél a Star Wars-ról, a Star Trekről, Darth Vaderről, meg ezekről a dolgokról ez, ennek segítségével programoztak be generációkat arra, hogy elfogadják azt, hogy ez a valóság. Felnőtt emberek úgy élik az életüket, hogy az lehetséges, hogy egy nap íti, vagy, vagy az alien, vagy a predátor, vagy a mit tudom én micsoda megjelenik a Földön. Vannak emberek, akik elhiszik, szerintem nagyon sokan azok közül is, akik hallgatják ezt, vagy majd fogják hallgatni, hogy egy nap majd mi találkozunk Földön kívüli lényekkel, akik űrhajókkal ide fognak érkezni. Csak gondoljon bele mindenki, hogy mennyire tragikus az, hogy, hogy ekkora a, a, tudatlanság, ami uralkodik a világon. Persze, hogy elhiszi az ember, mert valóságosnak tűnik. Azért, mert a legtöbb emberben nem merül föl, mert a legtöbb ember azt mondja, hogy miért is hazudnának ilyen dolgokat. Érti már mindenki, hogy mi úszunk ebben, a, ebben az okult, gyakorlatilag mágiában, mindenhol ez vesz minket körül ezek a jelek, a színek, ez a képzelebe álomvilág. És meg tudják csinálni úgy, hogy az ember aztán elhiggye azt, mint valóság. Sőt, nem csak, hogy elhiggye, hanem szerintem nagyon sokan élvezik is ezt az álomvilágot. Mint ahogy szerintem egy időben én is élveztem, hogy egy ilyen álomvilágban élem az életemet. De a valóság, el kell, hogy mondjam, sokkal megdöbbentőbb, mint az álomvilág. És hogyha ha valakiben van egy szikrája is annak, hogy, hogy amit úgy hívnak, gondolom én, hogy igazság, szeretete, akkor szerintem mindenképpen érdemes utána nézni ezeknek a dolgoknak, amikről beszélek, mert, mert az igazságnak ehhez, amit itt látunk, semmi köze nincs. Ez mind kivétel nélkül hazugság. Vagy pedig tudományos fantasztikum. És ez a kettő nem véletlenül keveredik itt. Sőt, gondoljon bele abban mindenki, hogy hogyan lehetséges az, hogy a tudományos fantasztikum és az úgynevezett tudomány ilyen problémamentesen, zöggenőmentesen tud keveredni? Hanem azért, mert a kettő egy és ugyanaz. Érthető? Hogyan lehetséges az, hogy így képzeljük el az ő lényeket, az űrt, mindazt, ami ott van, és közben mutatják nekünk, hogy ilyen is. Azért, mert a kettő egy és ugyanaz. Érthető? Elhitetik az emberekkel, hogy ez a valóság amit itt látnak. Hogy vannak ilyen űrélelmiszerek, hogy az élet ilyen az űrben, hogy létezik az antigravitáció, vagy a gravitáció, a bolygó, a meteor, meg ezek a dolgok. De lehet, hogy visszatérek. Ja, és akkor utána kipróbálhat mindenki. Mindent is elmagyarázza utána ez az ember a másiknak, hogy, hogy képzeld el. Ja, és ez Oroszország. Tehát, ha valaki azt akarja nekem elmagyarázni, hogy hogy ezek az országok harcban állnak egymással, itt a bizonyíték rá, hogy ezek az országok kar, öltve, karba öltve együtt dolgoznak azért, hogy megtévesszék az emberiséget. Mindenki részt vesz ebben a hoaxban, amit úgy neveznek, hogy űrkutatás. Mindenki részt vesz abban a hoaxban, amit tudomány, és mindenki részt vesz abban a hoaxban, amit úgy neveznek, hogy diplomácia vagy politika ez nem más, mint egy nagy színház, ahol mindenki játsz a saját szerepét. És az emberek aztán, akik itt vannak, terjesztik ezt a többinek, mert elmondják az élményeiket, és ezzel, ez csak egy eleme, persze. Azt mondhatnánk, hogy jó, kit érdekel? De ilyen alapon mondhatjuk azt mindenre, hogy, hogy kit érdekel. nem, nem Mindennek megvan a maga jelentősége. Semmit nem lehet csak egyszerűen leírni úgy, hogy ó, ez nem számít. Minden számít. Mindennek megvan a, a, a maga szerepe. Lehet, hogy jelentéktelennek tűnik, de egyáltalán nem az semmi. Mert hosszú távon az ilyen jelentéktelennek tűnő programelemek igenis ö, rengeteget számítanak. De nézzük tovább ezt a mesét. Communications. Banks. Stock exchanges. Ugye arról beszél, hogy a kommunikáció, a bankok, vagy a tőzsde. Hotel reservations. Bank, vagy bocsánat, szállodai foglalás. Cable Kábel Kórházak. Computer centers and other new customers are... számítógépes központok, vagy, vagy bármiféle más új ügyfelek. Egyre másra bukkannak fel. Hát ugye, az ugye egy, egy globális kommunikációs forradalomnak a közepén vagyunk. Helping this demand are communications satellites. És mindezt kommunikációs műholdak segítségével fogjuk tudni megvalósítani. Figyelj oda mindenki az egész, oké, okay? ne bambuljon el senki, ha lehet. Eisenhower az, aki beszél. It is a great to in this first in Ugye ez az első ö, ilyen alkalom a kommunikáció történelmében, ez egy kísérlet, amiről beszél. Balloon, ami az, ami egy műhold légömböt foglal magába, illetve egy műhold légömb segítségével Jön létre, aminek a neve Echo Satellite Balloon. Szóval, azért volt olyan nehéz lefordítani, mert műhold légöm, de amiről beszél, az egy meteorológiai, meteorológiai ballon, vagy légöm, ami viszi ezt a szerkezetet, amit ő műholdnak hív. In egy légömböt, ami ezt a műholdat viszi, aminek a neve Echo. Echo. Ezért mondja el annyiszor, hogy mindenkinek, mindenkiben tudatosuljon az, hogy mit is jelent az, hogy hogy ez nem egy nem egy műhold, amit fellőnek, hanem egy ballon segítségével juttatják fel az égbe. Ráadásul úgy, hogy hogy nekünk azt mondják, hogy ezek kinkeringenek az űrben. De egyáltalán nem erről van szó. Elmondja tisztán és világosan, hogy ez egy, ez egy globális, ugye számukra globális kommunikációs forradalom, ami egy meteorológiai léggömb segítségével jön létre. Hát akkor hogy lehet azt mondani, hogy amit mondok, az hazugság, mikor elmondják? August 12, 1960. 1960 augusztus 12 Eisenhower took part in the first via Echo És Eisenhower részt vett ebben a kísérletben, ami Echo segítségével jött létre, ami egy meteorológ, meteorológiai ballon tulajdonképpen, ami ezt a az úgynevezett uh, légöm, vagy bocsánat, műholdat felvitte. By radio waves off its shiny hát ezt gondolom mindenki ismeri ezt a szimbólumot, és nem kell bemutatni senkinek. Ez csak azért, hogy mindenki értse, hogy mi az, amiről szó van. Világos. Az, amikor én azt mondom, hogy a szabadkőműves brigád az egyike azoknak, akik uralják a világot, az nem véletlen. Ha valaki nem látja azt, hogy ez egy szabadkőműves körző, a földön ráadásul úgy, hogy elmondta a teremtő, hogy, hogy felrajzolta a kört a mélység felszínére, akkor nem tudom, hogy mi az, ami még kellhet ahhoz, hogy megértsék az emberek, hogy hogy ez egy hazugság. It made long long És ez lehetővé tesz, ez a, ez a meteorológiai ballon, ami fölvitte ezt a műholdat, lehetővé tesz távolsági telefonbeszélgetéseket úgy, hogy visszaveri a jeleket a Földre. Radio waves off its shiny a fényes tükröződő felületéről. Egyébként a véleményemre kíváncsi valaki, én nekem szilárd meggyőződésem az, hogy ők felhasználják a domot, vagy a kupolát azt, ami a földet borítja arra, hogy pontosan azt csinálják, amiről beszélek most, hogy ezeket a rádiójeleket visszaverje. Úgyhogy nincs is szükségük erre az egész hóksza. És távolsági telefonbeszélgetéseket, egy meteorológiai ballon segítségével felvitt műhold tesz lehetővé. Egy meteorológiai ballon segítségével. Nem rakéta a ballon. Úgyhogy, hogy visszaveri ezeket a rádiójeleket. the use of a satellite balloon known as Echo. Long distance telephone conversations, long-distance telephone conversations, and the transmission of photographs and music emellett fényképeket és zenét is lehet vele közvetíteni. Fényképeket és zenét, tehát a televíziót és a rádiót is ez teszi lehetővé. Hát akkor hogy lehet azt mondani, hogy én nem értek hozzá, hogy ez egy összeesküvés elmélet, mikor itt mondják el most, hogy a 60-as években, 1960-ban már működött ez a technológia. És akkor még nem volt rakéta. U olyan értelemben, hogy még nem használták fel erre a célra és már akkor is működött. Azért, mert így működik. Egyébként mutatok valamit, bár erről már volt szó, de hát ha van itt valaki, akiben valóban van még érdeklődés az igazság, meg a különböző dolgok iránt. Nézzük meg a magyart, az lehet gyorsabb lesz. Ez Echo. Echo volt a visszhang nimfája a görög mitológiában. Ugye ne felejts senki, hogy amiről itt beszéltek, ami közvetítette ezt az egész műsort, ez, a, ez az úgynevezett pallom, uh, vagy nem tudom én mi, műhold, amit ők műholdnak hívnak, ennek a neve, amellett, hogy ez egy szabadkőműves körző volt, ezt akarom megmutatni, ugye ennek a neve, ennek a műholdnak echo volt. Ezek az emberek nem csinálnak semmit véletlenül, mindennek megvan a jelentősége és a jelentése. Echo, a vízhangnak a nymphája volt a görög mitológiában. Az első legenda szerint Echo segített Zeusnak, és Héra, hogy Héra figyelmét elvonja a csacsogásával a fő Isten szerelmi dolgairól. Ám az Istenek királynéja Héra rájött a cserre és büntetésbe, a Echo-t azzal sújtotta, hogy örökké mások mondatait ismételgesse. És még azt se tudja egészen kimondani, csak mindig a végét ismételje el. Világos? Ezért választották echo névnek. Ezek a karakterek a mitológiából számukra családtagok. Erről már beszéltem. Hogy pont Echo-nak hívták, vagy Nárciszosznak, vagy Zeusznak, az kétlem. Azonban az, amit mi Supermannek, Vasembernek, Echo-nak, Zeusnak, Jupiternek, Semiramisnak, meg ezeknek ismerünk, az mind-mind. Egy család, erről is készült már jó néhány videó, az egyik, ami most eszembe jut, az az Illuminati család, úgyhogy érdemes mindenkinek megnézni azt, és aztán eldönti mindenki, hogy, hogy vajon annak van-e értelme, amit ott összegyűjtöttem, hogy van-e benne valami, vagy nincs. Én, amit én tudok tenni, az az, hogy megmutatom, hogy ez az információ, aztán mindenki eldönti, hogy, hogy mi a, a szituáció nem megyek bele az egészbe, csak azt akartam megmutatni, hogy Echo egy mitológiai szereplő volt a görög mitológiában ráadásul, de két külön története van egyébként, mind a kettő nagyon érdekes, ha valaki időt hajlandó szállni ezekre. Nézzük ezt tovább. Azt hiszem, hogy itt egy másik no videó kezdődik majd, úgyhogy addig lehet, hogy gyorsan megmutatok egy-két cikket aztán majd visszatérünk erre a videóra, ekkortól elbúcsúzzunk, abban nem megyek most bele. Viszont ezt mindenképpen meg akartam mutatni, mert szerintem érdekes. Fellőtték... a műholdat, ami mesterséges hullócsillagokat enged majd ki magába. Gondolkozzon már el azon mindenki, hogy mi az, amiről beszélnek. Elolvasom még egyszer. Felőtték a műholdat, ami mesterséges hullócsillagokat enged majd ki magába. Hogyha képesek létrehozni mesterséges hullócsillagokat egy műhold segítségével idézőjelbe az egész, akkor a kérdésem az, hogy vajon vajon mióta képesek ezt létrehozni, és vajon mióta csinálják? Hogy elhitessék a világa, hogy mindazok a felvételek, amiket mi látunk az interneten, az mind hullócsillag. Sikeresen felbocsájtották pénteken azt a japán műholdat, mely a világon elsőként hoz létre mesterség és meteorzáport szórakoztató célú égi látványosságként. Azért, mert azt akarják, hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz, hogy az eget bámulják, mert annak ellenére, hogy a legtöbben szerintem nem akarják ezt elhinni nekem, de az idő közeledik, amikor a világon alapvető változások fognak végbe menni. És ezek az égből fognak érkezni részben. El fogják hitetni a világgal azt, hogy, hogy léteznek azok, amik mi, amiket mi idegennek hívunk. Ilyen vagy olyan formában. Fogalmam sincs, hogy hogy, de biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon szerepük lesz a közeljövő alakításában. Ugyanúgy, ahogy az úgynevezett mesterséges intelligenciára. De azt most elmondom mindenkinek, mert ez is előfordul, ez a kérdés idegenek, repülő űrhajók, űr, meteor, e ezek a dolgok nem léteznek. Nem lehet kijutni a világűrbe, az, az a világűr, a az a végtelen világűr nem létezik. Van egy bizonyos határ, amíg el tudunk jutni, és kész. Azon kívül seki sebe. Viszont az, amit mindenki lát, ezek a hullócsillagok, meteorok, ezek a különböző dolgok, most már látja mindenki, hogy ezt létre tudják hozni mesterségesen. A Tokiói székhelyű Alekos startup 60 cm széles, 80 cm magas, 65 kg-os műholdját, ez a Kagoshima, akármilyen űrközpontból, Epsilon 4 Japán fejlesztő, bababa, 500 km magasságba lőtték ki. 400 apró fém golyócskát rejt magában, melyeket egy év múlva fog kiengedni, amikor 400 kilométeres magasság is üllyed. Ez 1 cm átmérői golyók teljesen el fognak égni a légkörben, olyan látványt nyújtva, mintha meteor eső hullna a föld. Szoktatják hozzá az embereket, hogy az eget bámulják, és ezáltal kész, és a sőt, hát hogyha a filmekre belegondolunk, hogy mennyi ilyen filmet láttunk már, ha már a filmeknél tartunk, ugye a Majmok bolygó az egyik, hát ez az űrgolyók, de hát ez több mint húsz éves film szerintem, és már akkor is ment a program. A Star Wars meg több mint 30 vagy 40 éves, de ez például Life, amit én nem úgy láttam, és nem is olyan rossz ez a film. Hát a jó nem ilyen, de, de nem rossz. Egy földön kívüli életforma, és az űrhajó legénységgel kapcsolatba kerül ezzel. Aztán ott különböző akció, mert pontosan nem emlékszem. Ezer nap az űrben, ez is egy film. Most csak azért mutatom meg, hogy készítenek fel minket folyamatosan erre a dologra. Azért hiszik el az emberek, már mondtam az előbb a, az orosz dologgal kapcsolatban. Azért hiszik el az emberek, hogy az űr létezik, mert látják ezt a rengeteg filmet, és a valóság hasonlít hozzá. Azok, az a hoax, az a rengeteg animáció, meg kompozit kép, amit látunk, ez, történetek, azok az interjúk, a nem létező űrhajósokkal, a nem létező űrállomáson, azok mind-mind ezt segítik elő. A nem létező mars járó, a nem létező holdra szállás, ezek mind, mind az emberek elmébe elültetik ezt a, ezt a ezt a mesterségesen generált valóságot. A film pedig hozzájárul, hiszen a tudomány és a tudományos fantasztikum keveredik. Nem csak az, hanem a média is. Ez Space Between Us, ami ugye az űr közöttünk, most nem tudom, hogy mi a magyar címe, de a holcsarló az utal ugye a a pogány istenségekre, különösen a női istennőkre, úgy, mint mondjuk Astarte, vagy, vagy Asterolt, meg ezek az ehhez hasonló. Szemiramis, stb. stb. A holcsalló mindig ezt jelenti. Ez ugye azt hiszem, hogy igazából nem tudom a pontos történetet, és nem szeretnék most belemenni, de valahogy két fiatal szerelméről szól, akiket, akik így valami másik földön van, vagy nem is tudom, valami hasonló ehhez. Hát ezt, ez kritikán alul ez a film. Ha valaki ezt látta, és azok után is azt gondolja, hogy az űr létezik, az, az um, nem tudom, annak el kell gondolkozni azon, hogy, hogy mi is az, ami, ami a fejében van. Ha, valaki azt képzeli, hogy az űr egy olyan környezet létezik. Apollo 18, ugye arról beszél, hogy van valami kis élőlények, vannak a Holdon. Ez kivételesen egy érdekes film, bár elég nyomasztó, de nem rossz. A... hát ezt ismeri mindenki valószínűleg, ez Lost in Space. Ja, bocsánat, ez, ez, már a Netflix sorozat, de a lényeg az, hogy, hogy elveszve az űrben egyébként, de Lost in Space volt egy ilyen film, tévésorozat, úgyhogy ez újraindul a Netflixen, a, a programozás újraindul. Egyébként ott is látható volt a, a holcsalló kettő is. Ha esetleg valaki szereti a horrorfilmeket, ez a Péntek 13-nak az űr verziója. Ez nem lehet eldönteni igazából szerintem, hogy ez végjáték vagy komoly, de, de a lényeg az, hogy már ez is az űrben van. Mert így minden generációt és minden korosztályt és érdeklődési kört le tudnak fedni. Ez a, a Mars Martian med Damonnal, nem tudom, hogy mi a magyar címe, de amikor ő létrehozott egy üvegházat, vagy termel, meg nem is tudom, ott felejtik, valami ilyesmi a sztori. Úgyhogy állandóan folyamatosan megy a program annak érdekében, hogy az embereknek a gondolkodását átalakítják. Ez Interstellar, ezt is ismeri mindenki szerintem. Ez egy nem is tudom, hogy mekkora a propaganda, mert benne van a, ugye a Földnek a kimerülése, a túlnépesedés, hogy átköltözünk egy másik bolygóra, a gravitációs hullám, a fekete lyuk, az űrutazás, az összes hoax, ami csak létezik benne van. A, hogyha valakit érdekel a szimbolika, akkor ez a spirál jelképezi az élet megújulását, ugye a születés, az élet, a halál, újra szület, újjászületés illetve hát a születés, halál, újjászületés, és euh, tavasz, nyár, ősztély, stb. De ugyanúgy ez egy szem szimbólum, természetesen jelenti a női, ugye az anyaméhet, a, a uteruszt, szintén ahogy az ember megszületik, ugye onnan. De így vagy úgy, mindenképpen egy okkult szimbólum. Azért, mert az, amit látunk a filmekben, az gyakorlatilag mágia. A mágia, nem fogom mutatni egyébként, hogyha már itt tartunk, hogy mit jelent a, a mágia, hogy mi a definíciója a mágiának. Csak azért, hogy, hogy mindenki értse meg, hogy mi az, amiről, amiről beszélek, amikor mágiára gondolok. Szerintem az az egyik probléma, de nézzük csak tovább. Még egy pár filmen, ez ugye az interstelláról még egy, és egy újabb kép az interstelláról. Ez Passengers, vagy utasok, ahol szintén az űrben killódik ez a két karakter. Nem is tudom, hogy mi ennek a lényege, mert ezt nem láttam. Ez a Passengers, ez pedig a napfény, ahol szintén az űrben vannak. Ez az, amikor a napot próbálják beindítani egy hatalmas atombombával, azért mert a nap leálló félben van. Napfény a címe. Mellesleg ez egy jó fél. De ha már visszatértünk ide, még megmutatom gyorsan, hogy mi a mágia. Csak azért, hogy miért beszélek annyit a mágiáról. A mágia az az, az erő, amivel az eseményeket befolyásolni tudjuk valamilyen rejtélyes vagy természetfeletti erő segítségével. Világos? az eseményeket befolyásolni tudjuk rejtélyes vagy természetfeletti erők segítségével. Ennek a szinonimái a varázslás, és akkor ugye angolul van erre több bűbáj, varázslás, halottidézés idézés, megigézés, akkor varázsigék, stb. 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 fekete mágia, nem tudom ezeket lefordítani magyarra, hogy pontosan mi a jelentésük, vagy mi, a, mi az árnyalati különbség. Vudu, ilyenek. Tehát az események befolyásolása rejtélyes, vagy természet feletti erők segítségével. Most gondoljon bele mindenki a filmbe. Ezekben a filmekbe, amiket megnéztünk. Hát ez mi más, hogyha nem az események vagy az emberek befolyásolása valamilyen rejtélyes erő segítségével. A rejtélyes erő az nem más, mint az az erő, ami ebben a vizuális, vagy képi és auditív, vagy hang anyagban rejlik, amit látunk. Ezért van elrejtve annyi szimbólum. Ugyanaz a szimbólum van itt a háttérben, amit láttunk azon a műholdon, amit megnéztünk az előző filmben, mikor elmondtam a két abbetű egymásba fordítva, ugyanez van itt hátul. Miért van ugyanez itt hátul? Azért, mert programozzák az embereket, mert tisztában vannak vele, hogy a jeleknek van egy ereje. Ez a mágia befolyásolni az embereket vagy az eseményeket. Egy rejtélyes, vagy természetfeletti erős segítségével. Az, amit látunk a filmekben, a tévében, az mind ebbe a kategóriába tartozik. Persze, az egy primitív verziója a mágiának, attól függetlenül még az. Mindennek megvan a jelentősége. Annak is, hogy 12 elemből áll ez a kör, ez a valami, hogy 12 csillag van az EU zászlón, 12 törzs, 12 hónap, 12 óra, Mindennek megvan a jelentősége. Semmi nincs véletlenül, amit ők csinálnak. Ez a mágia. Ezt alkalmazzák. Nem véletlen, hogy ezek a szimbólumok szerepelnek újra és újra mindenhol. Azért, mert ezek a szimbólumok hatással vannak az emberre. Ez a mágiának egy primitív verziója. Érthető? Ne, az, az, az az egyik gond, hogy mi úgy gondolunk erre. Nézzük meg a Merriam webster meg akarom mutatni, hogy mi az, amit Merriam Webster mond a szótár. Arról beszélnek, hogy mennyi minden feljön. Elfogadom. Jó, arról beszél, hogy a mágia az különböző olyan dolgoknak a használata, amelyeknek feletti erőt tulajdonítunk. A természet erői fölött tudunk ezekkel uralkodni, vagy parancsolni tudunk a természet erőinek. feletti erők, melyekkel a természet erőit tudjuk kontrollálni. Vagy rituálék, illetve varázsigék. Olyan különleges erő, vagy hatás, amely természet fölötti forrásból származik, vagy úgy tűnik, mintha természet fölötti forrásból származna. Érthető? Ez a mágia. De egyébként az illúzió előidézése valamilyen trükk segítségével. Egy illúzió előidézése valamilyen trükk segítségével. Tehát a film, a hírek, a szórakoztatóipar úgy általában, a tudomány, az oktatás, az mind a mágia kategória. Azért, mert illúziót állít elő valamilyen trükk segítségével. Az illúzió pedig a majomember, a gömb, meg ezek a dolgok. Csak azt akarom ebből kihozni, hogy Attól függően, hogy mi, hogy definiáljuk ezeket a szavakat, attól függően más értelmet nyer az egész élet és az, ami körülöttünk van. De nézzük. Ez utolsó, meg és ezzel befejeztük. A túl, 17 na mindegy, north -south orbit from Vandenberg Air Force Base, California. Hmm, tú, az,

Ez pedig. Ugye az a meteorológiai léggömb, ami. amit. Ami tartalmaz. egy másik. Tartom ez egy másik művoda. És menet közben illetve hát a levegőben újraindították a motorját ennek a a műholdnak, ami egy hatalmas előrelépés volt az űrtechnológiában. Ezt látjuk most. Ezt nem én találtam ki, illetve nem én vagyok az, aki, aki ezt kitalálta, vagy, vagy ez az én fantáziám szüleménye, vagy ez egy összeesküvés elmélet, hanem itt láthatjuk azt, ahogyan ezt a műholdat felteszik arra a pályára, ahol, ahol ő aztán köröz. Itt van. Investigation by launch service provider Arian Space shows that fuel freeze caused the Galileo satellite launched in late August to enter into a lower orbit than planned. Arról beszél, hogy Galileo műholdnak megfagyott az üzemanyaga, ezért uh, került a, az alacsony orbit pályára, vagy a föld körüli pályára. Ugye onnan, ahol állítólag volt. Csak azért uh, ilyen nehéz, mert a kép, ez a, ez, a, ez a kép nem a hanghoz tartozik. Mindjárt meg fogja érteni mindenki, hogy miért. Ez így van összevágva ez a videó. A kép, amit láthatunk, az egy másik... az egy másik... Uh, történet. De a, a lényeg az, hogy, hogy láthatjuk az, hogy ezek a léggömbök azok, amik felviszik a műholdakat a, a, arra a pályára, ahol ahol azok vannak, és aztán működni fognak. Persze ők kitalálnak mindenféle történeteket, és azt is meg fog érteni szóval mindenki, hogy miért? This rocket carrying two Galileo satellites was launched from French Guiana at 9:27 a.m. on August 22nd. A 7 korlűt a Soyuz, ami két ilyen Galileo-t vit magával. August 22-ike. The fairing a cone which protects the payload was shed after the rocket entered into space due to the reduced friction as <laughs> anticipated. The first stage is Úgyebb, ez a lényeg az egésznek, amit most látunk, hogy igazából so sincs felvétel az űrből a raketákról, minde csak animációk, azért mert ez az egész nem létezik. Felvitte ezt a két műholdat, megfogyott az üzemanyag, aztán ugye azt mondja, ez, ez az amiről beszél, hogy ezek utána lezuhantak. És nem mind a kettő, de az egyik. És puff, itt van. Ott pedig a ballon, ami hozzá tartozik. Azért, mert így működnek a műholdak. Ezért mondtam, hogy a műholdak nem léteznek abban a formában, ahogy nekünk azt mondják. A műholdakat egyszerűen csak fölviszi egy léggömb, és aztán ott keringnek, ahol keringnek, hogy egyáltalán van -e valami haszuk, vagy csak a pénzt költik rájuk, azt nem tudom. De valószínűleg van, mert ugyanazokat tartalmazzák egyébként, amiket a házra fölszerelnek, legalábbis ahogy én látom. Mert gondolom, hogy olyan területeket el akarnak érni, ahol nincsen lefedettség, és ezt a legegyszerűbb ezekkel a légömbökkel. A legegyszerűbb ezekkel a légömbökkel, hiszen nem fognak mindenhova oszlopokat építeni. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amiket. Ezek azok a dolgok, amiket meg akartam osztani ezúttal. És én bízom benne, hogy, hogy vannak, akik, akik megértik azt, amit, amit mondani próbálok, meg így megértik általában ezt az üzenetet. Én nem akarok meggyőzni senkit, hogyha ezek nem győznek meg valakit, akkor én nekem nincs esélyem arra, hogy meggyőzzek bárkit is bármiről. Én szerintem ez olyan egyértelmű, ami történik, hogy nem is kellene senkit meggyőzni semmiről. Ennyi. Véletlen, ennyi egybeesés, ennyi hihetetlen mesés, csodálatos dolog nincs sehol. Csak a mesében. Azért hívják mesének. Ha valakinek van kérdése ezzel kapcsolatban, akkor várok egy percet, megnézem, hogy itt volt-e valami kérdés, de nem láttam. Úgyhogy lehet, hogy én szép lassan elbúcsúzom, és folytatjuk legközelebb, ami péntek lesz. Ami péntek lesz legközelebb. Azt kérdezi, ugye Viktor, hogy iskolában látott szellemet, stb. Így van. A, most nem megyek bele, hogy, hogy a démon micsoda, de, de pontosan ez az. Van, létezik egy spirituális világ. Én ezt elmondtam már nagyon sok videóban. Sőt, tehát majdnem mind az egész erről szól, az összes erről szól. Én próbálom bemutatni az embereknek azt, hogy hogyan működik a fizikális valóság, és mi az, ami e mögött áll a spirituális dimenzióban. Az élet annál sokkal összetettebb, mint ahogy azt nekünk mondják. Az az életforma, amit a legtöbb ember él, ahol nincs semminek következménye, minden csak véletlen események összessége, az nem létezik. Ezt a világot intelligens emberek uralják és irányítják az ellenség segítségével. Az ellenség pedig nem más, mint Lucifer vagy Hásatán, akit ismer mindenki a bibliai történetekből. Az a történet, ami igaz. És az összes többi, az csak az álomvilágnak a része. És nem véletlenül mondják azt, hogy a legnagyobb trükk, amit az ördög bemutatott, az az, hogy elítette a világgal, hogy ő nem létezik. Úgyhogy ez a dolgok állása 2019. március 26-án. Pénteken találkozunk ugyanitt 21 órakor, amikor megnézünk néhány kérdést, hogyha valakinek van, addig is mindenkinek a legjobbakat. Halló!